Én mindig hittem abba, hogy itt becsületes úton is előrébb lehet lépni. Igazából már tényleg nem tudtam kihez fordulni, csak uzsorásokhoz, hogy legyen mit enni, meg befizetni a csekkeket, és akkor egy megkeresésre azt mondtam, hogy jó. Többség. Hát nézik a régi kedves játékos társaim a videót, akkor most biztos izzadnak. A nagyságrendileg akkor az egy 3 havi fizetés volt. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Trollfoci YouTube channel mai epizódjában. Egy nagyon különleges vendég ül itt most mellettem, egy nagyon megosztó személyiség, aki egy elég kemény védő hírében állt a 90-es években, illetve a 2000-es években, de nem csak ez miatt került be ő a hírekbe, hanem ennél kicsit sötétebb ügyek miatt is, de erről is lesz szó. A későbbiekben üdvözlöm köreinkben Pomper Tibort. Szervusz, Tibor! Szervusz! Első kérdésem mindjárt az, amikor ide megérkeztél, azt mondtad, hogy te itt nőttél fel a környéke. Ez így van, hát olyannyira a környéken, hogy a szomszéd lakásból. Konkrétan ebben itt mellett. Igen, úgyhogy hazajöttem. Igen. Akkor itt van kapcsolatod a közelben lévő játszótérrel is. A játszótérrel is, és a bírósággal is. Tehát már gyerekkoromban, amikor még a játszótéren rúgtuk a labdát reggeltől esik, mert nem gondoltam, hogy majd oda is járok, már ugye a bíróságra, de hát sajnos ugye az életben sok minden előfordul. Úgyhogy persze, megfordultál elég sok klubban, köztük a Ferencvárosban, a Honvédban, Győrben, stb. Tehát itt azért a 90-es években és 2000-es években majdnem minden nagyobb magyar klubnál megfordultál, és sikereket értél el. A kérdésem igazából arra vonatkozna, hogy ebben az időszakban azért nagyon sok simlisség forgott itt a magyar futball házatáján. Gondolok arra, hogy mit tudom, fizetésekkel játszottak itt, minimál béres szerződések. Ezekről lenne esetleg egy pár sztori, csak úgy egy nagyobb képet kapjunk erről az időszakról. Hát a sztori az igazából kimeríthetetlen, mert ahogy mondtad, hogy voltak ilyen vezetők, majdnem, hogy csak ilyenek voltak. Ugye volt olyan, akivel kezet fogtam egy megállapodás után, és többet nem találkoztunk, de nagyon sok ilyen vezető volt. A mi generációnk azt mondja, hogy jobb lett volna egy 10-15 évvel előbb, vagy később futballistának lenni. Szerintem mi a legnagyobb kuplerájba sikerült részt vennünk, úgyhogy... Legtöbb idő mennyi volt, amíg nem kaptál fizetést, mondjuk? Hát 18-19 évesen vitt a Simon Tibor a BVSC-ből a Fradihoz, hogy nekem ott jó lesz. Hát az volt az első sok, amikor... Hát fél évig voltam ott, nyilván egy kis fiatal, nem rám épült a Ferencváros. Tehát konkrétan fél évig nem kaptunk fizetést. Tehát az, hogy olyan Ferencvárosnál, ami 94-95-ben BL-ben játszott, és mint egy közel fél milliárd forint körül összeggel lett gazdagabb, kis két éven belül ez a pénz. Hát valahova elkölthették, vagy nem tudom, mi már abból nem láttunk. És csak ti fiatal játékosok nem kaptatok fizetést? Senki. Akkor ment minden nap hétről hétre a variálás, hogy ez veszi meg a Fradit, az veszi, kitartás, nyugalom. Nyilván akkor még, hogy mondjam, 18-19 évesen nekem sem volt olyan nagy rezsim, tehát fizettem egy autót, mondjuk tankoltam, stb. Nem mondom, hogy az életemért küzdöttem, de azért 2-3 hónapig nem kapsz fizetést, azt már szerintem mindenki megérzi. Fél év az már nagyon sok. Fizetés néha itt-ott lehetett kapni. Néha? Itt-ott? Igen. Például egy Dunaferbe perce pontosan fizettek, sőt. Szóval az például le a kalappal voltak jó helyek. A videótonos első korszakomban egy évig semmi gond nem volt. Aztán jött valami új vezető, nevét ki sem mondom, mert méltatlan rá. Nem is. Maráci Endre, és onnantól kezdve nem volt. Tehát onnantól kezdve ő valami atya úristent játszott ott, a szivarra járkált az öltözőbe, ilyen pénzt vett el, olyan pénzt, most ismertük, azt se tudtuk ki ez. Csak azt láttuk, hogy viszi a pénzt, amit még ki sincs fizetve. Nekem anyukám mondja mai napig, hogy még 7 éves koromban mondtam neki azt, hogy válogatott futballista leszek, és lesz egy Lamborghini, mert kaptunk Németországban egy ilyen autó katalógust. És hát nyilván azt tetszett meg legjobban, és hogy ez a két cél. Hát most ez egy gyerek fejbe szerintem hát egy aranyos gondolat, ami végül sikerült is. A Lamborghini árát azt máshova vittem, erről majd később. A válogatottság meg lett volna szerintem, de hát ott is voltak keretek. Voltál, több kapitánynál is keretek voltam, az egyiktől hazaszöktem a Margit szigetre, mert láttam, hogy ködös az idő, és hát én köztudottan nem szeretek repülni, úgyhogy mondtam, hogy nagy a baj, és nekem haza kell menni. Hát megértették, haza engedtek. És hát egy másiknál meg egyik nap kezdő voltam, másnap egy kerethirdetésnél megmondták, hogy menjek haza Fejővárra, úgyhogy
majdnem összejött a válogatottság, de inkább ne legyek, mint hogy egyszeres, mert abban viszont rengeteg van Magyarországon. Kovács Béla. Mi volt nálad az a, az a, az a, minél azt mondtad, hogy nagyon most betelt a pohár és elegem van az egészből? Vagy esetleg volt olyan eset a karrieres során, amikor azt mondtad, hogy ki akarok szállni ebből, mert elegem van és más munka után nézek? Hát a győri dolgaim után volt először az, hogy elmegyek, egy barátom ment a Kanári-szigetekre pultosnak, és ott azon gondolkoztam, hogy megyek vele. Az volt a csúcs. Az egy válogatott csapat volt. Utáltál Győrbe focizni? Na, én nagyon utáltam. Egyszerűen én senkinek éreztem magam. Ott volt egy olyan edző, szegény meghalt azóta, akinél egy olyan hierarchiai sorrend volt, hogy volt, aki mit tudom, egy meccs előtti reggelik, és mint a paraszt lakodalma, a kedvenceknek dobta a nagy sonkákat, a hülyének meg maradt Túró Rudi. Tehát olyan szinten, nem is értettük, hogy az ember mit csinál, de szóval igen, hát ott megutáltam a labdarúgásnak. Ott az a híred divatfotózás? Ó, ott volt, igen. Ott van a modell karrierem kezdete és a vége. Hát nagyon jó sikerült az is, csak nem értettük, hogy mondjuk inkább prémiumot a fizetést kéne adni, mint hogy 50 öltönt megrendelni. Igen, hát én ebben az időszakban sok minden nem értettem, csak sodródtam az ára. Most kanyarodjunk rá a sötétebb ügyekre. Téged először egy 2002-es Vidi Honvéd kapcsán vettek elő, amikor tulajdonképpen nem is léptél pályára. Így van. Így van. ez hogy volt? Ez úgy volt, hogy mai napig én se értem, de hát óriási dolgok történtek ebből kifolyólag. Szóltak nekünk meccs előtt, hogy valami készül, és valami fog történni, és hogy kötelező mindenkinek jelenteni a vezetőség felé, hogyha valami gyanúsat észlel. És hát itt nem történt semmi gyanús, itt a Végzoli meg a Hamar Pisti telefonált egyet, de halál komolyan egy CD ügyben, és hát ez lett felfújva. Valami Elvis Presley CD, ami mai napig röhög mindenki, hogy adja vissza, vagy hozza vissza. És ebből indult a bunda itt Magyarországon, amit mai napig nehéz komolyan venni, de ez így történt. És hát mindenki azt hitte, hogy ez egy hazugság, és ez így történt. És akkor valahogy én nem tudom, hogy belekeveredtem egy olyan meccsbe. Ja, és azt sem értettem, mert igazából egyik legjobb formában lévő játékosa voltam akkor a Videótonnak. És szóltak meccs előtt, hogy keretbe se vagyok. És én ezt nem tudtam hova tenni. Majd utána meggyanúsítottak azzal, hogy én manipuláltam a meccset. Kérdezhetsz erről bővebben, de nem tudok válaszolni, mert nem tudom, hogy ez hogy történt. Onnantól kezdve csak azt vettem észre, hogy az akkori labdarúgóliga, vagy mi volt a neve, Magyar Labdarúgóliga, feje, a Szíben doktor, ott ültetett egy irodába, és mondta, hogy halljak be mindent. És el is tiltottak? 8 hónapra? 8 hónapra, aztán lefelezték, igazából mindenféle bizonyíték, mindent, tehát nem, ők mai napig szerintem nem tudják, hogy miért tiltották el a játékosokat. Mi vezetett oda, hogy te azt mondtad, hogy belemész abba, hogy meccseket eladtok, vagy eladsz, vagy nem tudom. Én volt a hazajátékos, ha hiszik, ha nem, aki soha az életében ilyet nem akart csinálni. Én mindig győzni akartam, aki ismert, de mai napig játékvezetők, akiket tartom a kapcsolatot, tudják, hogy imádtam nyerni, és meg se fordult volna soha a fejembe. Az első ilyen jelenet, amikor ez a bizonyos fehérvári vezető bejött az öltözőnkbe, egy döntetlen mérkőzés után, és a szivarral a szájában, nem is értettem. És mondta, hogy akkor fél éves prémium ugrik, és néztünk, és mint csapatkapitány, nem is tudom, talán a Dvéli Zsolt kérdezte, hogy ez hogy. Tehát mondta, hogy lélektelen volt a játék, ő szerinte, aki a döntetlen volt egy jobb csapat ellen, egy akkor jobb csapat ellen, és azt mondta, hogy lélektelen volt a játék. De hát egy olyan ember mondta, aki azt hiszem szemétszedése, vagy nem tudom mivel kereskedett akkor, tehát nem is tudjuk, hogy a futballhoz neki mi köze. És voltak ilyen halandorok, mi? Magyar voltak rengeteg. Hát. És hát itt volt az első olyan gondolat, hogy na jó, hát hogyha ez csibészkedik, akkor szerintem én is fogok. Hogyan működött ez egész? Hogy téged kerestek meg? Te kerestél meg valakit? Vagy ismertél olyan köröket, akik benne voltak ebben? Hát volt, hogy a játékost keresték meg, és volt olyan ellehetetlenített klubok is, ahol már a játékosok keresték a lehetőséget, hogy lehetne valamit csinálni. Ti melyik kategória voltál? Engem az elején nyilván, amikor nagyon jól ment a játék, engem abban az időszakban rengetegszer kerestek, de
de igazából mindig elhárítottam. Ez hogyan? Mert még mindig hittem abba, hogy itt becsületes úton is előrébb lehet lépni, de hát azt egy idő után rájöttünk, hogy itt nem. Hogyan? Elindultak mobilon és azt mondták, hogy akár mobilon, akár megkeresni. Újság, hogy van? De figyelj, el kéne adni egy meccset, hogy hogyan zajlik egy ilyen? Igazából nem az eladáson itt kihangsúlyozva, hanem létrejöjjön egy olyan eredmény, amivel mindenki jól jár. Mindenki jól jár, így is. Ugye azért akárhogy is nézzük, ez a bűncselekmény, ez egy olyan dolog, ahol nincs károsult. Mi volt az első ilyen élményed ezzel kapcsolatban? Az első ilyen élményem, amikor igazából már tényleg nem tudtam kihez fordulni, csak uzsorásokhoz, hogy legyen mit enni, meg befizetni a csekkeket, és akkor egy megkeresésre azt mondtam, hogy jó. Viszont nagyon érdekes volt a történet, mert alapvetően egy rosszabb, vagy egy jobb csapat ellen játszottunk, és a kívánt eredmény megszületett. Viszont én a nemzeti sporttól 7-es osztályzatot kaptam, és a mezőn legjobban igazából én semmit nem akartam érte tenni, és nem is tettem. Úgyhogy a csapatom legjobbjaként hozzájutottam némi pénzhez. Hát érdekes dolog volt. Komoly szakújságíró lehetett akkor illetően ki. Volt egy pár igen az időben is. De nem, maga a játék tényleg jól ment, és egy minimális dolgot nem tettem azért, hogy kikapjunk. Egyszerűen csak ott volt bennem, hogy ha kikapunk, kapok pénzt, ha nyerünk, akkor még a prémiumra is van esély. Tehát hát ez volt az első ilyen. Nagyságrendi, de most nem akarok olyat belekérdezni, hogy olyan összeghez jutottál, ami föl tudtál lédegezni tőle? Vagy? Így van, így van. Nagyságrendileg akkor az egy 3 havi fizetés. Volt. Én jobban örültem volna, mindig megkapom a aktuális Istentől a fizetést, de hát ezt mondom, abban az időszakban szinte lehetetlen volt. Sokan, akik benne voltak esetleg ezekben az ügyekben, ők is a napi megélhetés miatt csinálták szerinted, vagy ott volt más motiváció is? Hát én azt kimerem jelenteni, hogy mindenki azért csinálta. Tehát azért nem csinálta senki, hogy arra akar venni egy új BMW-t, vagy abszolút kiszolgáltatott helyzetek voltak. Tehát én ebben biztos vagyok. Aztán lehet, hogy valakinek volt valami egyéni motivációja, de én olyanról nem hallottam. És annak idején, hogy érzed, minden csapatnál volt valami simliség, vagy nagyon sok csapatnál, vagy a többség? Hát nézik a régi kedves játékos társaim a videót, akkor most biztos izzadnak, hogy nyugodjanak meg. Hát sokan. Az egy tizedéről derült ki talán, de lehet, hogy akkor sokat mondok. Ebben a dologban is ugye az az érdekes, amit itt már meséltem is nektek, hogy a legszomorúbb az, hogy van olyan játékostárs, aki mai napig egy Fradi meccsen, ha kín vagyok, nem köszön, mert ő elhitte azt, hogy ő nem csinálta, mert nem kapták el. Tehát onnantól kezdve nem kapták el, ő nem csinálta, és ez szomorú. Hát a Győri volt a legkeményebb, amikor egy Clement T nevű úriember, aki akkor a Talsó Csabának volt igazából a jobb keze, és ő intézte a győri ügyeket. Hát ő azt mondta, hogy ha igényt tartok a 4 milliós prémiumomra, akkor viszont ő napi 3 edzés fog nekem vezényelni, ő, aki még labdában nem rúgott életébe. De azt mondta, hogy olyan feladatok lesznek, hogy ha 200 kilót nem tudok kinyomni, akkor szerződést szektem, és akkor nem kapom meg. Tehát ilyen ezekkel melóztak nap, mint nap. Hát furcsálom is hallom, hogy ez az ember például mai napig munkába valahol alkalmazzák, nem értem. De hát úgy látszik, hogy vannak szerencsés emberek. Tehát akkor mindig ilyen mondat csináltok okkal? Persze, hát én emlékszem egy nemzeti sportos címlapra, amikor Szanyó Károly pontosan annyira büntette a Talsói úr, amennyivel tartoztak. Most nem emlékszem pontosan valami 5 millió hány százezer címlap volt, hogy annyira büntette. Fillére pontosan pont. Annyi bűnt követett el, hogy pont. Egy győrbe, de mennyire tartoznak? Ez publikus. 4 millió 2 vagy 300 ezer forint. Fogad látni valamit azt? Hogy... Dehogy nem, hát soha. Hát ez volt 2004-ben. Hát, és igazából az egy éves prémiumom volt. Tehát mielőtt majd jön a Drófocina, vagy akárhol a komment, hogy túl voltatok fizetve, az egy éves prémium volt, amiért azt gondolom, hogy megdolgoztunk. Hát ez a bajuszos ember ez elvette, úgyhogy... Remélek, hogy el is költötte valamire. Mondtad, hogy a Győrben 4 millió 2-vel, és azt is mondtad, hogy írogattad azért, hogy melyik csapatnál mennyivel lógnak. Mennyi van a vonal alatt, így összesen a karriered során? Hát egy 20-aska azért úgy 20-aska az úgy lemaradt. Ez a prémiumok nélkül? Hát ebben úgy minden benne volt. Tehát nagyjából ennyit számoltam. Nyilván egy mai NBA-es játékos kiröhögne, mert
egy-két hónap alatt megvan neki, de hát nekünk az igazából egy pályafutás alatt megkeresett egzisztencia, mondjuk. Nálam ez nem igaz, mert én azért elég sokat elvittem a kaszinóba is, amiről nyilván nincs mit szégyen. Hát van mit szégyen, de hát ez is megtörtént, úgyhogy ja. Ugye téged végső soron a 2009 Reacccal kapcsolatos ügyek miatt vettek elő, illetve hát vettek elő 2012-ben, ott pontosan arról tudsz, vagy szeretnél mesélni? Hát nézd, nyilván volt alapja, mi vagy el is ismertem az ügyészség előtt kettő meccset. Hát ott sem voltak túl egyenes dolgok a Reasznál, viszont a kényes téma ugye, mert ebbe meghalt egy ember, Kutasi Robert, aki ráadásul nekem két évig a menedzserem volt. Úgyhogy hát ott valami nagyon nem stimmelt, ott valami nagyon elcsúszott. De hát, hogy mondjam, valamilyen szinten ez egy papírforma volt, amik ott történtek. A Fradihoz megérkeztél, volt ez a két adasört betolunk, vagy így bármi, vagy szopatások, vagy így valami, vagy bármely új csapatodnál? Hát a Fradinál ott azért nem volt szopatás, vagy szivatás, mert igazából mindenki tudta az egész öltöző, hogy engem a Simon Tibi vitt. Na most onnantól kezdve itt azért elég hamar eldöltek a dolgok. Tehát nekem nem szóltak, ha mondjuk felmászok a Bodnár Józsi azt ágyára, hogy lemasszírozzon. Aki viszont nem a Simi hozott, ott viszont nem kellett volna, mert nem volt jó ötlet fölmászni. Mert volt olyan, hogy a szakály azt mondta neki, hogy várj egy picit, mindjárt jövök, és hát két óra múlva se. Szóval engem meg még le is gyúrtak. De némi tekintélye volt a Siminek. Tuhat jól játszottál? Játszottál. Ezt akartam. Tuhat jól voltam egy. Doktor úrra? Doktor úrra. Hát ő is sokszor kimaradt ugye az első keretből. Én meg még fiatal voltam, ezért sokat játszottunk a Tarcsiba együtt. De megmondom őszintén, egy nagyon-nagyon jó képességű játékos volt. És a közönség meg nagyon szerette, még egy dalt is írtak róla. Na. Ezt most nem idézném, de... De nyugodtan. Hát nem emlékszem pontosan a dalra, de valamilyen úlálá, tuáti és ilyen rigmusos, nagyon szerették. Utolsó kérdés ilyen meleg dolgokkal kapcsolatban. Az előbb azt mondtad, hogy ez, amit ti csináltatok, ez nem volt bűncsel, még igazából senkit nem károsítottatok meg. Úgy érzed, hogy a szurkolókat sem? Tehát, hogy nem... Egy adott csapatnak szurkol, aki akár a Honvédnak, Reasznak, BVSC-nek, nem érzed, hogy őket valahol becsaptátok? Biztos belettek csapva valamilyen szinten, de amikor a saját életedet nézed, hogy másszál ki az akkori gödörből, akkor nem nagyon jut eszedbe a címed, meg a közönség, meg, tehát ez nem tudod az eszedőt, de hogy valamilyen szinten szemléltessem a dolgot, tehát amikor egy hentes arra van kényszerítve, hogy valahogy még kéne pénzt csinálni, és mondjuk 20 dekával becsap, vagy többet ad, az ugye nem olyan látványos, mint egy ilyen foci dolog, vagy egy ilyen futballban elkövetett csalás, de a kérdésedre válaszolva nem. Szóval nem, hát főleg meg azok nem, akik írják, hogy fizessen ki a tipping szelvényüket, mert azon sokat szoktam mosolyogni, igen, mert általában rajtam ment el. Úgyhogy ráadásul a Reacban azért azt tudni kell, hogy olyan meccsekről van szó, ahol papírforma alapján is az ellenfél nyert volna, hiszen nem volt egy erős brigád az a Reac. Tehát itt akkor ezek úgy történtek meg, hogy amit kikaptatok volna, de mondjuk kapjatok még két gólt, és akkor mindenki volt. Hát igen, nagyjából. Szerinted manapság van, létezik még ez a futballpályákon? Ez, hogy meccseket nem durrantanak, vagy mondjuk? Azt gondolom, hogy bajnoki meccsen nem tud ez működni, hiszen tetszik, nem tetszik, tehát olyan horrorisztikus fizetések vannak, amit én azt gondolom, hogy senki nem kockáztatna, és nincs szükségük egy ilyen dologból pénzre a játékosoknak. Szerintem nincs. Alacsonyabb osztályban nem zárom ki, hiszen amióta a világ ez van, volt, és hát biztos, hogy lesz is. Váz, én úgy látom, de tényleg, hogy, és most nem akarom szoktani a faszodat, hogy te voltál az ember, aki elvitt itt minden balhét. Nem, én voltam az az ember, aki ezt fel is vállalta. Tehát többen elvitték, mert azért... Jó, aki ismerte. Ha feketén-fehérre nézzük az ügyet, azért két ember, Kenesei Zoltán, Lázár Mátyás, három évig börtönbe ült.
és a feketén fejére nézzük az ügyet, mindenféle bizonyíték nélkül. Tehát jelenleg is ott tart az ügy, hogy nincs károsult, nincs, és keresik a fogás, hogy hogy lehetne ezt valahogy. Tehát hogy lehet az, hogy 3 évig úgyhogy bizonyíték semmi nincs, ők ültek. Tehát azért nézzük a világ híreit, az itt vannak gyilkosok, akik nem hogy 3-at, 1-et se ülnek. Úgyhogy az eredeti kérdése válaszol, nem csak én vittem el a balhét, de én felvállaltam. Vállalva a következményeket, hogy mondjuk szembe köpnek az utcán vagy a villamoson. Szembe köptek? Nem. Egyszer sem. Mert nagy darab vagy az? Hát, talán. Néhány éve nyilatkoztad, hogy egy könyvet kezdtél el írni. Ez hogy áll? Igen. Hát az előszónál megragadtam. Az előszónál megragadtam. A Family Guy-ot olyan, amikor azt csinálják, ez is a könyve, mit most írsz? Igen, az előszó a stabil, de kaptam jelzéseket, hogy nem jó ötlet. Gondolom nem így fogalmazták. Nem így fogalmazták, de ez még jobban arra sarkalt, hogy meg kéne írni, úgyhogy... Hát figyelj, ahogy eddig is a beszélgetésünk során legfeljebb a neveket kicserélni, ilyen álnevek alatt. Vagy te beleállsz akkor, hogyha megírod? Nem, annak nincs értelme. Nem. Tehát bele nem szabad állni, de nagyjából az úgy körbe lehet írni, hogy mindenki fölismeri. Uh-huh. Simon Tibire lennék kíváncsi. Ő tényleg ilyen volt a való életben is, mint amit az újságokban lehetett róla, illetve máig lehet olvasni különféle forrásokból? Hát ő ilyen. Ilyen, de inkább ilyenebb. Ilyenebb? Ilyenebb. Hát az leírhatatlan, amilyen ő volt. Hát egy olyan egyéniség, ami mai napig hiányzik a magyar labdarúgásból. Tehát szerintem ilyen nem nagyon volt. Tisztelet övezte mindenhol, bárhova bementünk, akár egy kávéra. És hát olyan megmozdulása nagyon nem volt, ami valami kis nyomot ne hagyjon. Tehát itt a ház mögött itt a 4-es-6-os villamos sínt, azt azért nem csak a villamos használta, hanem ő is. Nem tudjuk mai napig, hogy ő miért gondolta, hogy az neki van, de ő rendszeresen azt használta, mert nem szerette a dugókat. Igen. Szerettünk itt a kis nyitott GPA-vel végig szaladni. Én nagyon féltem, mert úgy éreztem, hogy van vesztenivalom, még élnék. Ő nem, ő van, maga biztosan ment végig. Hát nem tudom, a kedves közönség az ismeri a Giovanni Carlost, a magyar szurkoló, magyar labdarúgás legnagyobb szurkóját. Nekem így nem dereng hirtelen. De az ember arról volt híres, hogy mit tudom, eljött a válogatott edzőtáborába a Margit-sziget, a Héliába, és tudta, hogy a vasaspályán edzünk, és mi elindultunk busszal, ez még futott a busz után, és ő előbb ért oda a vasasra, mint mi. Ez az ember, ezt nem ismer, nem? Igen, de hogy mindenki kedvelte, abból ért, hogy minden meccs után jött. Adjatok egy kis pénzt, és akkor mindig valaki adott, vagy valamit, tehát nagy túlélő. És mindig a válogatott környékén? Nem, minden csapatnak szurkolt. Ja, értem. Minden csapatnak szurkolt, és akkor igazából csak azt akartam elmesélni, hogy ugye ennél a BVSC-nél, amikor a Simi volt az edző, akkor ott egy fillér nem volt, tehát ott olyan jelenetek voltak, hogy szegény, megboldogult Horváth Dezső egy írógéppel szaladgált a parkolóba, lehozta az irodából, vitte, hogy ő eladja. És hát ott aztán semmi pénz nem volt, és akkor a Simi egyik meccsen egy vidékre utaztunk, azzal motiválta a csapatot, hogy ha nyerünk, akkor Carlost hazafele a villanypásztorhoz hozzányomhatjuk. Tehát ilyen prémiumokért is futballoztam. Majd megfejezte ezt, hogy nyertünk, szegény Carlosthoz mondtuk neki, hogy nem fog fájni. De fájt. És igen, hát és a következő meccsen már azzal motivált, hogy mert ugye Intercity-vel közlekedtünk, mi mint vasutas csapat, és hát hogy akkor a Carlost ki lehet kötözni az utasok előtt mesztelenül. Tehát ezek voltak a prémiumaink, MB2-ről beszélünk. Úgyhogy hát rengeteg ilyen sztori van. Én mondtam a Diának, hogy nekem 2 fontos kérdésem van. Az első az a Fási Zsülike sztori. Uh-huh. Hát a Zsülikéről, hát igazából már bátortalan vagyok ez ügyben, mert volt egy bírósági ügy. Igazából annak a Fásis dolognak is megvolt a miért, ezt nem magamtól találtam ki. Volt egy megbízó, akinek a neve nem publikus. Nyilván az ő érdekeit jobban szolgálta, hogy ezt megírjam. Hát aztán volt egy csata a bíróságon, amit azt mondom, hogy kihoztam döntetlenre, de nagy csata volt. Igazából nekem a munkássága, ami nem tetszik a zsűrinek.
Úgyhogy hát remélem az országban egyedül vagyok ez ügyben, hogy nekem nem tetszik, nekem igen, mindenki másnak nagyon tetszik. Fási Ádám, mint pedig Fási Zsülike munkássága. Kíván, én csak azt hallgatom. Hogyan jött neked ez a Láció szeretet? Láció szeretet, ez egy nagyon-nagyon egyszerű módon jött. Amikor először megnyíltak ezek a boltok itt Budapesten, ahol amikor lehetett venni ezeket a külföldi mezeket, azt hiszem Umbro bolt volt. És igazából anyukámmal elmentünk, és vett nekem egy foci mezt. Most, hogyha mellett a Manchester City-t, vagy már nem is emlékszem, milyenek voltak, azt választom, lehet, hogy ez így. Nyilván azóta, hogy tisztába kerültem a történelmükkel, meg a tradícióval, és ez elvarázsó mai nap, hogy ez a klub. Berci bácsi volt az edzőm, Bicskei Berci bácsi a Videótonnál, ő azért egy elég szigorú, kemény edző volt. Én nagyon szerettem, belőlem az egyik legjobbat ő hozta ki. És hát volt egy sikeres meccs szombaton, és hát én vasárnap délelőtt Fehérváron unatkoztam, és meghívtam egy csomó embert le a plázába, hogy gyerünk, kiszogassunk, hülyéskedjünk. Akiket meghívtam, ők tovább mentek egy kézilabda meccsre, és hogy egy mozgó lépcsőben láttam meg a fényt, és akkor elkezdtem főle mozgó lépcsőzni. Mai napig ugye erre magyarázat nincs, hogy ezt miért csináltam, de hát készültek fotók. Itt ez volt a probléma, amit jelentettek az akkori vezetőség felé. És hát Berci bácsi, Isten nyugasztal, hát úgy látszik ebben az interjúban sok olyan van, aki sajnos már nincs köztünk. Ő az első edzés, ugye megkérdezte, hogy Tibor, mi volt ez, mert a vezetők arra utasítottak, hogy két havi fizetéssel büntessenek meg. Hát mondtam, hogy ez is ez történt Berci bácsi. És mondta, hogy nem hajlandó megbüntetni, viszont szeretne látni képeket. Szóval egy nagyon aranyos, nagyon jó fej volt, és nagyon kommunikálta le. Igen, hát megünnepeltem azt a sikeres meccset. Ő annak a híve volt, Berci bácsi, hogy a pályán kívül igazából nem tartozik rá, hogy ki mit csinál. De az a, kinek átadta, hogy te főle mozgó lépcsőztél, mossal? Utólag magamnak, de... De azon kívül... Ilyen félreérthetetlen pozíció volt, hogy lóktál? Ezt a szalakorlátó, normálisan... Ja, csak mentél föl és üvegel a kezdet. Persze, betartottam a szabályokat, tehát ez egy lépcsőre ültem, nem foglaltam kettőt. Leültél? Le. Csak hát ugye ismerni kell az Alba Plaza, ilyen rövid a mozgó, csak tehát hamar kellett átszállnom. Amúgy azóta, hogy a West End-be csinálsz ilyeneket mondjuk? Nem, már leszoktam. Te 12-ig futballoztál, ugye amíg ez az ügy így kipattant, utána véglegszögre akasztottad, vagy szoktál még pálya közelébe menni, hogy így mondjuk? Hát nem igazán, megmondom őszintén, hogy max ilyen haverokkal, ha van valami megmozdulás. Ez lett volna a következő kérdés, mert trollfoci használatban keresünk egy közepes képességű... Aki szereti a borróskopát, így van. Hát hogy igen, a másik gyerekkori álma, hogy a trollfoci használatban pályára jutottak. Hát én első meccsen... Mai napig nézem a kóstolánat, és semmi ilyen meghívó nem érkezik. Ezennel meghívnánk. Úgyhogy jó. Miket csináltok most otthon, látom, hogy főztök nagyon? Főzünk sokat, e-sportra fogadunk a beten, igazából nincs nagy műsor, persze. Lehet, úgyhogy nem a trollfoci csapata fölkerül minél előbb. Na. És akkor esetleg... Hát NBA-esek a fiaink. Hát most, hogy játszott, hogy BL meccset is, csak az a baj, hogy erre mi nem lehet fogadni. Aha. Jó, ezt nagy kamerán kívül megbeszéljük. Szerintem itt ebben én látok jövőt. Mert azért nekem is könnyebb úgy fogadni, hogy tudom, hogy mi az eredmény. De azt nagyon komolyan mondom, hogy valahogy föl kell kerülni a betizéjére. Semmi bűncselekmény van, ezek kaptok kettőt, és az jó. Nagyon szépen köszönjük egyrészt az őszintességedet, meg azt, hogy eljöttél és interjút adtál nekünk. Sok sikert kívánunk a magánéletedben. Nektek is köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el, itt alul megnyomni a kis feliratkozás gombot, meg mellette a harangocskát. És hát jövő héten ugyanitt találkozunk ugyanekkor a Trollfoci YouTube channelen. Sziasztok!